A közutak állapotát a Közlekedési Minisztérium felügyelői ellenőrzik, akik utasíthatják az útépítő és karbantartó vállalatokat, hogy takarítsák le a sarat az utakról. Nagy gond, hogy csúszós az út, és nem lehet biztonságosan vezetni, de sajnos mindennapi jelenség. Azt sem tudom, kinek jelenthetném. Tehetetlenek vagyunk, hiszen a cukorrépát és egyéb terményt is el kell valahogy szállítanunk. Az útra sarat felhordó sofőr vét a közlekedési szabályok ellen. A közúti forgalom biztonságának törvénye szerint a járművezetője köteles a saját járműjéről az útra kerülő tárgyat, ez esetben sarat, haladéktalanul eltávolítani az úttestről. Ennek ellenében a rendőrség az elkövető ellen eljárást indíthat. Az előrelátott büntetés ez a törvény alapján 6000-től 20000 dinárig terjed ki. A rendőrség arra ösztönzi a sofőröket, hogy mielőtt bekapcsolódnak a főút forgalmába, tisztítsák meg járművük kerekeit. Ha pedig veszélyes útszakaszt észlelnek, azt jelentsék a kapitányságnak.